Señor. Elnök úr, ön bárhova megy a nagyvilágban, kihúzhatja magát, hiszen a világ két legerősebb csapata, a Real Madrid és a Barcelona a spanyol bajnokságot, az ön bajnokságát erősíti. Két olyan csapatról beszélünk, amely számos sorozatban meghatározó szerepet játszik, főszerepet Spanyolországban és a nemzetközi színpadon a bajnokok ligájában is. A két nagyban top futballisták játszanak, de én nem ragadnék le a Reálnál és a Barcelonánál, a többiekről sem feledkeznék meg. A többi csapat is kiváló labdarúgókkal rendelkezik. Az elmúlt 8 évben, azaz az én mandátumom során csapataink BL győzelmeket, Európa Liga sikereket, Európai Szuperkupa győzelmeket mutattak fel. Az elmúlt időszakban csapataink nyertek UEFA kupát is, azaz az EL Liga jogelődjének tekintett sorozatban is győzedelmeskedtek. Nagyon sok együttes bizonyította, hogy tudását, képességét, futballját a nemzetközi szintén is sikerre tudja vinni. Minden kétséget kizáróan nem akarom kikerülni a kérdést, félreértés ne essék, a két nagy, a Barcelona és a Real Madrid a világ legjobbjait vonultatja föl. Cristiano Ronaldo-t és Lionel Messi-t, vagy legyen a sorrend Messi és Cristiano Ronaldo. Mégis azt mondom, külföldi sztárok ide vagy oda, a spanyol futball spanyol, hazai futballisták nélkül alig ha emelkedett volna ilyen magasságokba, és a liga alig ha lenne ilyen magas nívójú.